tarvaj, ismétik is World of Tanks-tal, és a legutóbbi T-54, T-62 replayek előkészítése közben észrevettem a Bot Replays menedzseremben, hogy van még beküldött replayek között pár olyan T-54-es sata, amik ilyen 5-6-7000 elő sebzések, szóval igen ígéretesek, igazán komoly ütközetre számíthatunk, legalábbis bízom benne, ezeket sem néztem meg korábban, mert nem szoktam, elnézést. De bizonyára izgalmasok lesznek, Peti Péter például, nem is Peti Péter, én kérek elnézést, Peti Per. Peti Péter az olyan érdekes lenne, Peti Per. Például több T-54-es scriptit is beküldött, illetve kaptam másoktól is, amik... hát... minimum eredményesebbek, mint az én T-54 játékom, illetve Peti Per is úgy néz ki, a D10 valamennyi vizé-vizé ágyút használja, a kisebb átütéses, pontosabb variáns a T-54 ágyuk közül. 2000 mm átütés, 320 sebzés, 6,5 másodperc töltésidő. Úgy durván. Assault, nem tudtam, hogy vannak még emberek, akik játszanak Assault módban a játékban, mert eléggé hülyeség, hogy 10 perces az ütközet, és a védőknek mindig nagyon durván előnyük van, kiért talán esetleg ezen a pályán, Siegfried vonal, mert itt nem nagyon van egy védhető pozíció sem a foglalási kör körül, illetve eleve az, hogy be van zárva az ellenfél csapat a kezdésből a városba, nekem legalábbis elég komoly hátrány. Lehet, hogy valami kialakuló félben lévő klausztrofóbia, ki tudja. Nem tudom én, nekem amikor kijött már akkor sem tetszett ez az Assault módos Siegfried vonal, de Peti Pernek lehet bejön. Illetve szakasztása pedig Kraftotok 200 centium marketes tankkal az MGPH klántól. Jó kis tank az, főleg az ágyúja. Hú, ez éppen, hogy eltalált az 50%-at, de szép lövés minden esetre. És akkor számolhatjuk is, ez már 308 valami. Vagy ez most vagy az 5000 fölötti sebzéses ütközet, vagy pedig a 7000 fölötti, de majd kiderül. Vannak tier 10-es tankok jócskán, szóval össze lehet hozni 7000 környéki sebzést ennyi életerővel a pályán. Fú, kicsit... ja igen, és ezt itt elfelejtem, hogy ez a régebbi patches replay lett, ugye játszani a 8.9-es verzió is a World of Tanks-nak, viszont lesznek ilyen érdekes kis ugrálások, meg sniper módban láthatjuk a csőszájfékét az ágyúnak, illetve a voice pack is időnként kiakadhat, főleg olyan tekintetben, hogy elkezdi magát ismételgetni egymás után. Kicsit bosszantó. Korábban azért hittem azt, hogy elrontottam a voice pack-okat, amit készítettem egy péntek délután. Mind a hármat elrontottam, mert régi replay-ekkel néztem őket vissza, és csak azt hallottam, hogy folyamatosan ugyanazt az egy mondatot mondja. T-114-en vadul szemezgetnek. Már attól félek, hogy eljövj egy randira. Na, lesz ebből valami? Nincs igazából olyan ágyús védés a T-54-nek, hogy kupolán tudja lőni azt az L4-et, és még ha kupolán lőni, akkor se lenne garantált egy átütés. Most így belegondolok, lehet azért nem látszik a lőszer típus, mert ez egy régi replay, és az újabbakban meg látszott, legalábbis a Csonti Gábor féle T-62A replay-eknél látszott, hogy milyen lőszert használ. Nem tudom, már annyit variálgattak a replay-ekkel a botosok, játékfejlesztők most már igazán megállapodhatnának egy féle verziónál. 50%. Most nem tudom, hogy leszakadt a Lance Top, mert nem igazán jelöli úgy a... elvileg nem szokott le. 50% meg is halt, egyszer tudta csak átvenni Peti Pert. Arra figyelni kell, hogy a T-54-nek, illetve ha jól sejtem, a T-62A is ilyen. A lánc talpak miatt, hogy igazából az oldalánál nincsen páncél, attól függetlenül, hogy a leírása a tanknak jó sok páncélt ígér, nincsen rajta se döntés, se igazi páncél, olyan mint egy amerikai tank az alacsonyabb szinteken, illetve a felsőbb szinteken is, azok nem nagyon változnak. Lényeg az, hogy oldalpáncélata úgy kell venni, hogy a T-54-nek nincsen, szóval döntjük is, akkor nagyon óvatosan kell dönteni. A T-104-nek viszont van forgótornya, és egy hatalmasat sikerült belőni a Peti Perbe. Nem is forog olyan lassan az a tank, mint gondoltam volna. Elég komoly előny az amerikai tankvadászok számára a forgótorony, más országok tankvadászaival szemben.
Bár most ugye vannak az új német tankvadászok, azoknak is egy részük forgótornyos. Viszont maradéktalanul mindegyikük veszedelmes. És sikerül bejutni a városba. T-44 nem igazából fenyegetés. Gagyuk is elbi egy ágyóval, viszont az a Japanzer 100 mindjárt más tészta. Könnyedén meg sem is lett a betipert, 577 HP-ja van már csak. T-44 nem tudom, hogy minek próbálta leütközni, és igazából az egyetlen módja, hogy az az LB1-et átvigye, hogyha oldalba tudja lőni, mint ahogy majdnem sikerült is neki. Most például a páncél tetejét találta el, ahol tényleg van páncél, de a lánctalpnál ott nem nagyon. Ott csak az, ami annyi védelem van, amennyit a lánctalp tud nyújtani, ami nem sok. Ezt nem tudom, hogy hogyan nem találta el azt a jagtigert, érdekes. Közben ettől függetlenül a csapatunk vezet, ellenfélnél igazából jagpanzer lesz ez a jagtiger és az object az, ami még komolyabb fenyegetés, bár a T-28-at sem szabad lebecsülni, annak is egy elég komoly ágyúja van. De még inkább komoly páncél, a pár pont nem így, hogyha oldalra tudjuk lőni. És talán a kupola? Kupola, úgy is van. Persze sose tudjuk meg, hogy aranylőszert lőtte, de T-28 kupolát talán még a normál lőszerű is át tud vinni. Az a helyzet ezzel a 201 mm-rel, hogy tényleg nem valami sok, de többnek érzik. Tehát például egy Tigrisnél határozottan többet tudok átvinni, pedig annak 203 mm az ütése. Lehet van valami különbség a lőszer között, nem tudom, mind a kettő páncéltörő lövedék. Nem értek a lovakhoz. Jagtiger hátulról meglepte. Innen nem nagyon fog szabadulni, főleg ha le tudja láncolni, és el is láncolta, bár sebzést nem vitt be. De úgy látom, ez a jagtiger feladta. Most már fel sem fogja tenni a lánctalpát. Szomorú látvány, még le is ég. Akkor a jagtigerre nagyon szomorú napja van, de milyen sztoikus módon tűri. Szegényke. Igen, ahogy mondtam, az a forgótorony elég komoly előny. Ennek a jagtigernek a nélkül esélye sem volt. A jagtigernek ezt nem erre néz, az az oldala, és akkor hol sikerült meglőni, ahogy lepattant az oldaláról, érdekes. Viszont, jó, még éppen sikerült egyet belenyomni, de most le fogja támadni. Nem fogja letámadni, inkább megáll a soroknál és előhagyja a lánctalpát. Ez is ég, jól van, németek. Nem tudom, hogy ez a jagpanzer ez mit csinál, ő is feladta. Peti Per, szégyeld magad, az összes létező német tankod, ez depresszióba kerget, ez elképesztő, és a Centurio kivégzi. Neki is kellett egy kill, már csak Object 704 és VK-néz 502-vel, bár az a VK-néz 502-vel és a 200 mm átütésünk is ágyújával olyan, hogy csak engem tudna átvinni, mert én vagyok annyira pekkes. És itt is van, talán mégsem csak engem viszlát, bár hogyha oldalba találja, akkor esetleg... Ez a VK egyébként trükkös kis jószág, mert baromi gyors. Ahhoz képest, hogy német. Azt már nem szabad hagyni, hogy átvigyem még egyszer, de hamarabb is fogunk történni, főleg ha nem mozul sehova, még éppen látta a seggét. Lehet, hogy gyors, de kövér. Szóval... Top Gun esélyes, hogyha szakasztása meghal. Én úgy gondoltam, hogy hagyja, hogy megölje, de végül is így is hagyja. Szóval attól már nem kell félni, hogy esetleg Craft Doggy lesz a kill. És ez 14 már Peti Bellbe tényleg beleszerelmesedett a sok szemezgetés után, úgy látom. Hopp, nem, na. Lepattintotta az objectet, ez hol lőtte meg? Hol lőtte meg? Torony oldala extrém szögből, ott az szerintem az lenne az object. Mászlis találat. És nem tudom, hogy Peti Bell kinek szólt be. Jaj, ellopták a kijét. Na tényleg, az IS-3 belapta. Ó. Hát ez kínos. Mert az először ütközött volt a 7000 bövid sebzéses csata, egészen pontosan 7097. Azt hiszem annyi volt. Szóval... Nem rossz, bizonyára jó sok rejtett szerzett rajta Peti. Nagyon ritka, hogy ez a jószág nem minuszos, nem is egészen a javítás ára miatt, bár az sem olcsó, hanem az 1230 vagy 1280 kelétbe kerül egy lőszer dolog miatt. Baromi drága
Identify our wretched target. Megfizetni az árát ennek a tanknak. Magyarok összejöttek ismét. Lassan egyébként, lehet, hogy csak én vagyok így veled, de kezdem úgy érezni, hogy a lengyelek után talán a magyarok játsszák a legtöbben ezt a játékot. Esetleg harmadik helyen a franciák, legalábbis csetet ezt szokták elárasztani főként. Ők szokták főleg elárasztani. Meg mi szoktuk elárasztani. Amivel nincsen semmi gond, örülök, hogyha minél többen játszanak. És ugye minket neveznek klingonoknak általában. Lengyelek a szímkák, mi vagyunk a klingonok. 49% győzelmi esélye, hát ez teljesen rendben van. 27000 csatás AT-15 elnek is nincsen, igazából jobb dolga. Lakeville, foglalási karikás, egy karikás, középre kell összpontosítani, úgyhogy nem tudom, hogy miért van ennyi minden azon az oldalon, főleg a VK-n ez az... A 4502B-t nem értem, hogy mi a fenét keres a völgyben. Itt kéne lenni a városban. Egyébként én is rendszeresen így járok a T-54 ezen a pályán. Egyedül bejövök a városba, aztán egy E-50, amit én nem szoktam tudni megsebezni. Miért akarok mindig Pétert mondani? Peti Pernek sikerült megsebezni azt az E-50-et. Végül is pont látta a torony odát, az IS-6-at elbuktuk, úgyhogy most már a... Tó mellett nem nagyon lesz senki, aki spotoljon, ami baj, mert oda felállhat az ellenség TD szakasza. Mint egy komisszárosztag. Illetve tovább... megérkezett az erősítés. Két nehéz tank, meg egy másik. Az E-50 pedig egész szépen kapja. Ott egy T-32, az nem olyan fenyegető. T-25-2 sem, és az LCA még sem, szóval azok közé lehet lövöldözni nyugodtan. Az IS sem lesz valami veszélyes, főleg, hogy 92 AP-ja van. Szóval lehet válogatni. Az a T-32 az érdekesen áll, és alsó lemez, nem? Kupola, talán. Nem talált, vagy lepattant. T-25 AT. Veszélyesebb ágy olyan, mint a T-25x2-nek. Ismét lepattat a kupoláról. Viszont T-32 nem tudta átvinni, és nem tudom, hogy... Jó van. Jó kis zajos csata. Alapvetően most arra lövöldözik, amire csak kedves szottyan. Tehát amíg az E-50 nem kerül vele szembe, addig igazából más nem nagyon fogja tudni ezeket látni. Esetleg még a lőve, ami éppen elénk kerül. E-CMX nem látszik semmilyen körvonal, mert ez egy régi patchből van, replay. Nem látszanak a tankok körvonalai, úgyhogy ezt az E-C-t se tudjuk meg soha, hogy hol lőtt, nem mintha számítana. Szép lövés a T-25x2-be. Reménytelen ezeknek a Tier 7-es amerikai TD-knek sosem fogják tudni átvinni a T-24 pontját. A lőve is a lánctalpát lőtte, csak épp időben forgatta. Nagyjából ez az a szög, amiben egyébként a T-54-et érdemes forgatni. Lőve, nem lepődnék meg, ha már ammórekkelve lenne. Bár neki nem tudom pontosan, hogy hol is van az ammórekkel. Mindjárt ki fog gyulladni az is a lánctalpán keresztül. Nem gyullad ki, mert kivégezte az IS. Szép lövés. T-32 továbbra sem tudja átvinni 198 mm pence, szóval frontját nem fogja vinni. Valaki foglal az ellenségtől, bár egyelőre nem különösen fenyegető, ketten is lehetnek tekintve, milyen gyorsan nő a foglalási pontok, nőnek a foglalási pontok. Black Prince, gyenge ágyús jeldés, pont ott volt a kutyaház, de a Black Prince nem foglalkozik velő, megy tovább előre. Isu megsemmisítette az IS, nagyon intenzív az ütközet. Black Prince az oldalát mutatja, mert ő nem akar élni. Szép lövés. Igazából egy vicc, a Black Prince legalább azzal nem próbálkozik, hogy a frontját, de inkább széttépték az IS-t. Még pár másodperc a Black Prince-nek orrába vár. Az IS-8 már picit problémás, főleg a tornyát nem fogja tudni. Hát, Peti Péter nem tudom, hogy remeg a félelemtől, vagy így próbálja döntögetni a páncélját, valószínűleg utóbbi, természetesen. Ami nem egy rossz módszer, mert éppen mozgatás közben régebben én is így próbálkoztam, lehet ismét megcsinálni majd, mert mostában nem nagyon pattintok semmit a T-54-emmel, meg más tankokkal sem. T-50-emet a hétvégén ott vitt át bármi, ahol csak akarta, de lehet visszatérek ez a módszerhez, hogy mint egy szívbajos mozgatom az egeret, hogy ugráljon össze-vissza a tank frontja. Hát a pont pattint ilyen módszerrel. IS-8 kupolája puha, főleg, hogy az alaptornyot használja egyelőre, viszont az ágyú megvan neki fullosan, szóval nem akarjuk, hogy eltaláljunk minket, mert ez egy tier 10-es ágyú át fog vinni.
Ezt megette a talaj, éhes lehetett, kis plusz humusz. Nyakánál pattogós az ilyesnek, tehát továbbra is a kukolára kellett volna rámennie. Most viszont hátba támadhatná az E50-et, ha nem lenne ott egy isú, de az isút kivégezte. EC az továbbra sem fenyegetés, maximum az isút tudja megölni, hogyha szerintem ő fel fogja tudni tartani, az az EC ott nem fog berobogni. Annyi eszem úgy néz ki nincs, hogy körbe vonuljon. Valahogy eljutott sérülés nélkül az isú ágyúja előtt, el tudott szaladni. IS-8 EC, mi van még itt az E50 úgy látom időközben elpusztult. EC még tovább menekül. Felettünk spotta valószínűleg van valaki, igen ott az IS-3, aki megölt minket szemből. Valószínűleg meg is fogja próbálni. De Peti Per nagyon meg akarja ölni azt a szegény kis bogarat. Lecsapta. Mi van még itt? T25 per 2, T32, továbbra is itt van az amerikai brigád, akik igazából semmit nem tudnak átmenni szinte ezen a szinten. T25 per 2, szinte már sajnálom. Negyedik kill, 4200 avit sebzés már is. T32 még egy csomó életerőt tartalmaz, amit összekaphatunk, mint egy vámpír. Gyönyörű, jó kis nagy sebzés. Valamiért hiába 300 az átlag sebzés a papírozott T-54-nek. Mindig ilyen kis alacsonyokat szokott, 300 környékén inkább, mint 320, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. 291. Figyelj, számolhatjuk, hogy mikor fog 320-t sebezni. Most úgyis ez a T-32, ő is depresszióba süllyed Peti Per jelenlétének köszönhetően. Nagyon kedvelhetnek téged partikon, Peti. IS-3 van még életben, 5752. Én megint egy 5 kill. Szegény Peti megint nem fogja megkapni a top gunját. Esélyes. Nils Dávid. Az IS-3-ban. Felére le... És persze, hogy az isú megsemmisítette szemből. Peti pedig már nagyon nincsen jó kedvében, úgy látom. De ettől függetlenül jó kis csaták voltak, a végét leszállítva a káromkodás igazából szerintem feleslegesen annyira nem nagy szám az a Top Gun, de hát... Ettől függetlenül jó kis meccsek voltak, 5700 ügysebzés ismét, és én azt mondanám, hogy talán itt még nagyobb befolyása is volt a meccs végére, mint az előző ütközetben, bár ott sem csinált keveset természetesen. Tier 9-es, meg Tier 10-es TD-k megölésével, ott is sokat segített a csapatnak. Engem pedig ismét megtalált a HR. Szabi 19977, T54, és amire először szemet vetettem, hogy van nálunk egy szarvasvadász, Deer Hunter. Jó kis név, hogyha korábban eszembe jutott volna, akkor én is ezen a néven futnék, mert tök poén. Főleg egy ekkora ágyúból szarvasra vadászni. Ellenfélnél pedig, ha nem is Platonban, de van pár jó erős játékos, legalábbis FI alapján. Pálya az a Hill, igen, nem pedig Mines, mert az más, és Tier 10-es meccs elég szépen. Jó pár nagy ágyúval, Szabi nem tudom miért nem romboltad le azt a nyavaját, érdemes lett volna, de majd az E100 elintézi. Festés nincsen a tankján, szomorú. Nem tudom, én T54-et annyira nem tudom elképzelni már festés nélkül, olyan régóta játszom vele festéssel. Illetve ez pedig a D54 ágyú, ami lassabban tölt, pontatlanabb, lassan céloz, viszont 219 mm átütése van 201 helyett. Szóval végül is vannak előnyei, vannak hátrányai, és nem biztos, hogy jól emlékszem, talán mintha a korábbi T-54 ripléjeket a HR-től is Szabitól kaptam volna, persze nem biztos, hogy jól emlékszem. Csak most így hirtelen ismerős lett a neve meg az ágyú miatt, és akkoriban már láttam, hogy baromi pontosan tud lőni ez a D-54 ágyúval. Itt van egy T-52, aki totál láthatatlanná vált. Poén. Object 140 majd előre megy felderít. Hát a 3 méterről meglátja a T-62-et, ott is van. Ő is kapott egy szépet tőle. Ketten talán egy picit meg tudnák cincálni, de nem szabad nagyon előre menni, mert ki tudja, hogy
mi fedezheti azt a T-62-est. Például egy Centurion Mark 7-es, ami itt is van. Azért még abban a T-62-elben sikerült bele csípni, de... Két tankkal már lehet problémák lesznek, ugye a Centurionnak 390 sebzése van. Hát a toronyfrontját a T-62-nek nem fogod átvinni. Sajna. Néha egyébként olyan picit bánom is, hogy nem a 219 mm átütésű ágyút választottam, mert az például frontból egy másik T-64-et át tud vinni, még a 201 mm átütésűvel nem nagyon lehetséges, úgyhogy kihívás. Leopard prototype jön segíteni, pótolja az elvesztett Object 101-önket, akit most már annyira nem is vesztettünk el, hisz páncélként még mindig velünk van. Plusz fedezék. Centurio, torony oldal, inkább az oldal. Meg is semmisítette, gyönyörű szép, már is 1200 vagy sebzésnél tartunk, ami persze tier 9-ben, 10-ben nem olyan sok, de még egyáltalán nincs még a meccs. Centurio oldala. Szegény Centurio nem tud hátrálni. Meg is semmisült, újabb tier 9-es kill. M103 előtt el akarunk menni inkább. Nem akarunk előtte állni. Úgyis van 440, túl sokáig váratta. Lehet, hogy eltűnt az M103, de amilyen nagy az a tank, valószínűleg így is... Nem találtuk el, mi a fene? Ez pedig lapattant. Szomorú. Újabb dolog, ami felüldés jelentett nekem a T-44 után a T-54-et, az azt, hogy van neki 1650 HP-ja. 350 HP különbség nem tűnik olyan soknak, de igazából Tier 9 és Tier 8 között az ágyuk sebzésében nincs olyan nagyon nagy különbség, de ez a 350 HP már sokkal szívósabb a tank, meg talán mint hogy a Nelson is kapna modult állatokat, illetve nem tudom, én valahogy szívósabbnak érzem. Jóval. 75 szegény falra mászik, szabítól. Oldala toronynak. Szép lövés, keres mindig a gyenge pontokat, nem a frontjára megy elsősorban. E-75 most már teljes táncban van, T-30 pedig zuhanó bombázó, ejtőernyős alakulat. Ledobták és kivégezte. T-54-1, na az egy olyan tank, ami engem nagyon zavart el. 390 sebzése van annak is, viszont egy 4-es vagy 5-ös tárja, vagy 6-os tárja, talán szerintem 4-es tárja lehet. Egész jó páncélzata is van, következő patchben majd alakítanak valamit a tornyán, de nem hiszem, hogy nerf vagy buff, egyszerűen csak a kinézetét változtatják majd meg. És ahogy mondtam, egész sok HP-ja van, egész jó páncélja van, és ami a legrosszabb az az, hogy brutális ágyúja van. Revolvertáros ágyú. Jakban az E-100 elé nem akarunk nagyon nézelődni, főleg hogyha pont felénk irányítja azt az orbitális ágyúját. T-54-1, nem tudom, minket céloznom az FB, B, F, na mindegy, a halálcsillag a célpontja. Alsó lemez, azt mondjuk gond nélkül átvisztük, a Force 155 frontján nem igazán van alsó lemez, az sokkal trükkösebb. Sokan azért tartják OP-nak azt a TD-t, mert a brutális ágyúja mellé párosul még sebesség, átszázás és erős frontpáncélzat is, szóval nincs túl sok gyengesége annak a tankvadásznak. Az csak nem a 40 másodperces újratöltés két tár között, illetve a gyenge oldal páncél, de hát melyik tanknak nem gyenge az oldala. A KV-4-nek. T-54-et azért érdemesebb ilyen távolságból lőni, esetleg át is vihetjük. Toronynál van egy kupolája, de úgy látom nem célozza még egyedre be, talán most. Nem, hagyja megszökni, a fos inkább az, ami aggasztja. Talán mint hogy ennek a D-54-nek a lövedéke picit lassabb lenne a D-10-nél, de nem tudom biztosan, csak most ez a lövedék ez úgy tűnt. Az is lehet, hogy hitlőszert lőtt és azért volt lassabb. Régi a Ripley, ugye ez is előző patchből van, szóval nem látszik sajnos. Auto in noob, ez nem tudom, hogy kire vonatkozik. De biztos igaz. E-100, hogy a fenébe tűnt az a monstrum, ott is van. Időnként érdekes az átszállási rendszer ennek a játéknak. Egyetértek azzal az ötettel, amit annó Prophet vetett fel nekem, hogy talán jobban működne a lopakodás ebben a játékban, hogyha a például a Battlefield játékokhoz hasonlóan, ha látunk egy tankot, akkor azt látjuk, tehát hogyha ott van egy tank, akkor nem válik láthatatlanná, hanem ott van, csak
amíg mondjuk valaki nem spottolja fel, vagy mi nem spottoljuk fel, például itt is a Q betű nyomogatása, vagy ha nem is a Q, de valamilyen gombnak a nyomogatásával határozottan felspottoljuk, tehát jelöljük, hogy az ott van, addig nem látszik a sziluettje, bokrokon keresztül, meg hasonlókon keresztül, illetve nincsen fölötte ikon, hogy milyen az a tank, meg hol van az a tank. Tehát szabad szemmel lehetne őket látni, de például bokrok között ezeket a tankokat úgy lenne nehéz felspottolni, mint ahogy azok valójában lenne őket nehéz felspottolni. Nem tudom, hogy miért csak a lánctalpát levélnek, hogy ezek nyilván nem akarja, hogy ráessen. És olyan pontja nem nagyon van, ahol leláncolja és sebzés, de most megtalálta. Lánctalp és alsó lemez átmenete az ott olyan, hogy leláncolja és sebzés. Az E-100 viszont rá fog esni, nem talán megáll. Figyelni kell a térképen, hogy közelít tovább az E-100. Közelített, de az alácsillag megsemmisítette. Érdekes volt, kár, hogy nem külső nézőből néztük. Szegény Japán az E-100, és nem tudom, mi van ezek a T-54-ekkel, de egyszerűen tönkreteszik a napjait a német TD-knek. Leopard megunta az életét. Úgy döntött legázol, az FP-t elkapta a FOS, nem tudom, milyen szögből sikerült neki, tekintve, hogy a bázison volt legutóbb látva, bár lehet azóta már közelebb került, csak a nem került közelebb. T-9-nek fel kellett volna egyébként is spottolni, hogyha közelebb jött volna. És esetleg oldalba tudjuk innen kapni, talán ha az a pixel szikla nem áll elénk. Béka festés, ez nem fogja nagyon eltüntetni, vagy nem is tudom, olyan, mint egy versenyzászló. Na, valami. Felülről meglőtte, mint egy tüzérség lövedék, át is vitte gond nélkül, szép lövés. És még van egy T-30, egy T-110E3 az ellenfélnél. Hát a T-113-nak a frontját nem fogjuk átvinni még arannyal, se soha. Nagyon durva az a tank. A T-30-szal nincsen olyan nagy gond, kivéve persze az ágyúját. Két lövéses elvileg mindkettőnek, de... ha egyszerre lövik meg, akkor elpusztul. Object 704 ott maradt, T-95 tovább is a bázison csücső, talán most már elindul, de kicsit hiába. Szabi segítséget kér, és az Object 704 meghallotta, most pedig egymásra nézünk. Ismét szemezgetés van. Elnyelzek, a 10-es amerikai TD-k nagyon szeretnek kacsingatni. T-113-nak természetesen nincsen forgó tornya, ez azon az ágon van, amelyiknek az nem jutott. Viszont annyival erősebb is a frontja. Oldal meg, hátsó páncél ennek sincsen, mert amerikai, azoknak nem kell. Azok minden páncél, ami van, azt feldobják a frontra, aztán jól van. Az Object 204 viszont picit kínos szituációban van, mert megpróbált feljönni és segíteni Szabinak, viszont közben megjelent mögötte a T-30. T-95-re pedig nem nagyon számíthatunk még a következő jégkorszak végéig. Tessék, ahogy mondtam, alsó lemez, nem tudom, aranyt lőtte vagy normál lőszerrel, de talán még aranyra se vitte volna át. Így viszont... jó, a T-110E3 ezt saját magának hozta össze. Nem tudom, miért akarná megkerülni a T-54-et. A T-54-nek van forgótornya, ez egy alapvető manőver a közepes tankoknál, hogy hozzá tapadnak a TD-khez, amiknek nincsen forgótornya, beforgatják a tornyukat és az oldalát lövik szabadon. A T-113-nak valójában frontból kellett volna rámenni a Szabira, nem engedni Szabit, hogy körbeforogasson, vagy bármi ilyesmi, és felaprítani igazából, mert frontból Szabi úgysem tudta volna átvinni, most nem tudom, hogy leszakott a lánctalp, vagy csak megállt. T-30 elvileg előtte magát, sajnos az objektünket elvesztettük, a T-95 lassabb megérkezik. T-30, jaj! Uff! Még szerintem, ahogy mondtam, ez a plusz HP nagyon jól jön. Ha ez egy T-44 HP-jával bírna ez a tank, akkor nem lett volna elég életereje hátra, hogy kibírja ezt a lövedéket a T-30-tól. Szóval csak jött ez a plusz HP, 7-25 sebzés, ennyit lehet várni nagyjából egy T-30-tól, és sikerült túlélni. Pont megszívta, mert úgy ugrott meg a tank, hogy az ágyú menetét talált el a T-30-nak, de... ezt az egy dolgot leszállítva, hogy gyönyörű replay volt, remek játék, 6500-ig sebzés, nem látogunk panaszra. 7 kill is megvan, szép volt Szabi, gratulálok! Ez egy remek kompozíció a torony tetejéről. Na, ez pedig már csak egy kis bónusz. Időnként van, aki megkérdezi, mert még nem tudja, hogy mi az én kedvenc tankom. Nos, ami a legjobb játéktapasztalatom volt eddig a World of Tanks során, az a T-43. Minden percét imádtam ennek a tanknak. A
fejlesztését, stock tankként is szerettem, fullosként imádtam, nagyon jó kis tank. Csak nem vettem még vissza, mert ha visszavenném, biztosan csalódást okozna, nem tudom, van egy ilyen érzésem, hogy tuti észrevenném a hibáit, most már tapasztalt a fejből és fejből fejjel. És több élet nem szeretném, félek, hogy többé nem szeretném ezt a tankot, tönkretenni az emlékét is esetleg. Légfia, bárki tudja, lehet egyszer kipróbálom mégiscsak magamat vele. Légfia Kondaman, tier 7-es ütközet, szerencsés matchmaking, T43-nak mindig ilyesmi matchmakingje volt, azért is szerettem, bárki tudja, pár patch-sel. Jó van, iszunk egy kortyot. Pár patch-sel később már milyen is ez a matchmaking a tanknak. Az ilyesfajta Panther M10-eknek pedig szoktam javasolni, hogy először próbálják már ki a tier 2-t, mielőtt vesznek egy tier 7-es, 8-as premium tankot, mert jó, persze van pénze, vegyen premium tankot, nem érdekes, csak igazából elképzelése sincsen arról, hogy milyen tankok azok, amik ellen játszik, mert nem ismeri se az águkat, sem a felmenőiket ezeknek a tankoknak. Meg nagyon a pályákat se, hogy elnézem, tekintve, hogy hova ment, milyen valószínűleg mennyire képzett legénységgel. És ennyi volt az élete. Egy tier 7-es közepes tankkal kevesebb. Ilyenek mindig a csapatokat hátráltatják sajnos. Ha a Kondaman csapatában lett volna, akkor most ők lennének egy ember hátrányban. Valaki volt a foglalási körben, foglalókörben, karikában. És az valószínűleg az az IS lehetett, aki most kihátrált, mert mást még nem fedeztünk fel, bár van itt egy ARL is, amiről figyelni kéne, mert megjelenhet rögtön és oldalba lőhet minket. IS tornyácsonyát nem vitte át, ugye a T43-at sokan azért nem kedvelik, mert ugyanaz az ágyúja, legalábbis én úgy sejtem, ugyanaz az ágyúja, mint a T-34-85-nek, mégis én épp amiatt szerettem, mert a T-34-85 ágyúját igazán megbízhatónak tartottam, mindig is az egyik kedvenc ágyúm volt a játékban. Viszont a T-43-on minden tekintetben jobban is működik, tehát pontosabb, gyorsabban céloz, gyorsabban tölt, picit minden jobb benne valamennyivel. Illetve ismét ez a HP különbség. A T-85-tel 6-os szinten, főleg hogy a KV-1-esek is találkozunk, nagyon óvatosan kell bánni, mert a legtöbb tanknak 3 lövésesek vagyunk, a KV-1-esnek pedig 2, tehát könnyen meg lehet vele halni. Itt viszont majdnem 400 plusz életerőt ad nekünk a játék egy darab szinttel feljebb, és így sokkal több mindent kibírunk. Páncél ennek a tanknak sincsen nagyon, viszont annyival több életereje van, hogy az sorsdöntő. Az IS visszahúzódott annyira, hogy ne tudjon minket meglőni, vagy hát Kondamat meglőni, viszont mi még lássuk az alsó lemezét, ez okos dolog volt, 45 HP persze maradt benne. De igazából a T43 lőszere olyan olcsó, mint a kavics, szóval igazából nincsen belőle probléma. Black Prince valószínűleg erre figyel, igen, erre is néz fel, szépen, ezzel egy gond lesz. Szerencsére a Black Prince-nek nincs valami erős ágyúja, bár átvinni persze könnyen átvisz, Tiger 1. Persze, tudtam, hogy el fogja még csípni. Sajnálatos, egy Stock Tiger 1 a VK3000 ágyújából. Rövid 88-as. Igazából szinte az összes VK-nak az ágyúja van. Átéltet hátulról, elkapta, szép munka. Én is így szerettem használni ezt a tankot. Ilyen városi viszonyok között, épületek között rohangálok, a legyengülteket szétkapom egy lövéssel, egy-két lövéssel, gyors újratöltés idő, ugye 4 másodperc neki kb. Vagy 4,5. Talán épp csak 4, inkább 4, a KV-13-nak volt 4,5 környékén, az picit több páncél van, ezért kompenzásképpen valamivel lassabb, mint a T43, nincsen egyáltalán semmiféle ágyúsviad, és ami nekem igazából elvetett a kedvemet, mégis az mostanáig is a szorosan a második kedvenc tankom a játékban, a T43 mögött. Matilda, hát szegényke. KV-3 alapágyú, ami igazából van olyan erős, mint a fullos ágyú, csak kevesebbet sebez. Ott is van az a T-150 féle 170-es ágyú. Black Prince, ajaj. Elnyelt a üveges páncélszerűség, ami fedi a lánctalpát. Illetve ismétlődnek. A szavak, amiket használ a voicepack-om, ez amiatt majd régi a patch, és valami más, hogy volt benne a hang. Hangoknak az eventje, mit indikál, hogy majd azt fogja mondani. A picit változott, és emiatt picit ilyen keszekusza, szóval ezért elnézést. Black Prince minden pont hátba tudja támadni. Így kell ezzel játszani.
Nem, mégsem hátba, mert tudta, hogy jön és ott a tiger francba. Igen, és időnként ez is összejön, hogy benézi az ember. De a tigert végül is elkapta. Black Prince-t is elkapta, ez a 180-as átlagsebzés, ez nagyon finom. Ah, de szerettem ezt a tankot. Olyan viccesen nagy a koponyája is. Azért nem kedvelik sokan, mert úgy gondolják, hogy ronda. Nem tudom, engem nagyon meggyőzött a tank kinézetéről, hogyha ismét kimegyünk külső nézetbe. A... kicsit akkor én megyek ki külső nézetbe. A két kocka a hátulján, ami igazából... Jó van, nem bírom rávinni az egeret. Hála a térképnek. Két kocka a hátulján, ami igazából nem tartozik hozzá a páncélérték, mert nem hitbox. Tehát, hogy azt átütik, nyugodtan lövetik, mert... Egyrészt tömör fém, nehéz átütni, másrészt átütik, akkor sem sérül a tank, mert nem tartozik hozzá, szóval ez csak úgy van viccből, nem tudom, építőkockát itt felejtették a szovjet kisgyerekek, de nagyon poén kis tank, illetve ez a nagy koponya olyan kis dinoszaurusos, nem tudom, nekem nagyon tetszett ez a T43, attól függetlenül, hogy sokan csúnyának tartják. Olyan, mint egy Super T-85 a gagyi gáztartályok nélkül, vagy üzemanyag tartályok nélkül az oldalán. 8 kill condamen, 2400 bevitt sebzés, ami valójában olyan 2700 körül volt, ugye hála a Panthernek, meg hasonlóknak, akiket nem láttunk, szóval szép ütközet, gratulálok. És sok szerencsét nektek a csatamezőn, Karoly voltam, sziasztok!